Sziasztok! Ha az elejétől fogva velünk vagytok, akkor most már kezdtek képzett jitsu harcosokká válni. Az elmúlt videóban átvettük az alapvető pozíciókat. Foglalkoztunk a földrevitelekkel, foglalkoztunk azzal, hogy hogyan kell a másikat behúzni a gárdonba, foglalkoztunk azzal, hogy hogyan kell megkerülni az ellenfelek lábát, foglalkoztunk azzal, hogy side controlból, hogy kell feladásra kényszeríteni, megnéztük az elmúlt sorozatban, hogy mounddal milyen technikákat lehet csinálni, tehát már egy csomó dolgot tudunk. Még egy nagyon fontos központi pozíció van a jitsuba, amit a következő kis videóblogban szeretnénk nektek bemutatni, ez pedig a hát megszerzése, a back mount. Ugye a másik az előbb, a hátán feküdt, és én ültem mountba. Ami nagyon fontos, és a brazil jiu-jitsuban mindig, illetve önvédelmi helyzetben is mindig elkerülendő, hogy a hátunkról átfordulunk a hasunkra. Ez a sanyának a legrosszabb helyzet, ahol lehet a küzdelem közben. Jó? Innen ideig óráig lehet, hogy túlélésre tud játszani, de előbb-utóbb le tudom folytani, vagy egy olyan helyzetben, ahol ütés-rúgás megengedett, el tudjátok képzelni, hogy mi történik vele. Tehát soha nem fordulunk a hasunkra. Hogyha a másik nem hasra fordul, hanem megpróbálna így tekibe átfordulni, az is ugyanolyan veszélyes. Meg ugyanúgy a hátán landolok, és megszerzem a hát pozíciót. Tehát ezt csináljuk. Van, hogy a társunk adja a technikát, vagy van olyan helyzet, amikor mi elvesszük tőle a technikát. Ez nem csak erre a részre igaz, ez mindenre igaz. Vagy ő hoz létre egy olyan helyzetet, amit én ki tudok használni, és abból tudok dolgozni, vagy kikényszerítek belőle egy olyan helyzetet, amit aztán ki tudok használni. Ezt úgy képzeljétek el, hogy vagy kaptok egy ajándékot, akkor azt elfogadjátok, vagy nem kaptok egy ajándékot, hanem elveszitek. Jó? A jitsuban ez a kétféle megközelítés létezik minden technikának. A hátát, hogyha nem akarja odaadni a sanya, mert én már egy képzett jitsu harcos, akkor el is vehetem tőle. Például mondjuk ide teszem a nyakára a karját, elforgatom az oldalára, a karommal benyúlok és megfogom a saját kezemet, fölcsúsztatom a térdem, hátra dőlök, és már is itt vagyok a hátán. Nézzük meg ezt a technikát még egyszer. Még egyszer hangsúlyozom, soha nem fordulunk a hasunkra, mert azzal csak rosszat fogsz magadnak csinálni. Jó? Lássuk. Megy keresztbe a kar, a mellkasommal lezárom a felkarját. Átnyúltam a nyaka alá. Megkeresem a könyökét, felhúzom a térdem, majd az oldalára forgatom őt. Ez már neki kezd kellemetlen lenni. Igen. A másik kezemmel jövök, szépen befúrom itt a karja alatt, és elkapom a saját csuklómat. Innen fogunk a hátára menni, de mielőtt megtesszük, egy kicsit jobb helyzetbe kerülünk, és a térdünket ide felhozzuk. Ahogy ez megvolt, eldőlünk, majd a szabad lábunkat beakasztjuk a másik hasához. És itt is vagyunk a hátán. A következő héten ebből a hátsó pozícióból fogunk pár technikával megismerkedni. Addig is ne feledjétek, védjétek a hátatokat, és ne forduljatok a hasatokra.